Tisztelettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Ebben a borongós, hideg, novemberi időben tartsanak velünk az elkövetkezendő másfél órában, reméljük szolgálunk érdekességekkel önöknek. Jövő héten lesz advent első vasárnapja, lassan kezdhetjük díszíteni otthonainkat, környezetünket. Jövő heti adásunkban mi is készülünk majd ezzel a témával. Maradjanak velünk, már is kezdünk! Rövid híreink következnek. Egy 62 éves nő vesztette életét. A rendelkezésre álló adatok szerint 2017. november 17-én 14 óra körül Hajdúszoboszlón a Pap István utcában egy kis teherautó tolatást végzett, melynek során eddig tisztázatlan körülmények között elütött egy gyalogost. A balesetben a gyalogos, egy 62 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrök a balesettel érintett útszakaszt lezárták, a forgalmat a környező utcákba terelték. Hajdúszoboszlón a Szováti útfélen egy lakóház lobbant lángra péntek este, nem sokkal 21 óra után. Az égő házból a rendőrök, polgárőrök és a tűzoltók mentették ki az ott lakókat. 11 ember elhelyezését kellett megoldani a mentés idejére. A mentő kiérgezéséig az egyik rendőr megpróbált újraéleszteni egy férfit, sajnos rajta már nem lehetett segíteni, a másikat füstmérgezés gyanújával kórházba szállították. Egy kamion, egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött Debrecen közelében. A rendelkezésre álló adatok szerint 2017. november 22-én 17 óra 10 perc körül a 4-es számú főút 219-es kilométer szelvényénél Debrecen és Ebes között egy személyautó, egy kamion és egy teherautó ütközött össze. Az elsődleges adatok szerint a teherautó a határúton közlekedett, amikor úgy kanyarodott a 4-es számú főútra, hogy nem adott elsőbséget az ott közlekedő kamionnak, amellyel összeütközött. A kamion az ütközés következtében tovább sodródott, és neki ment egy személyautónak is, majd mindkét jármű az árokba csúszva állt meg. A balesetben az elsődleges adatok alapján ketten könnyű és ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, őket a mentőszolgálat munkatársai a kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök az adott útszakaszt teljes szélességében lezárták, a főút forgalmát mindkét irányban Hajdúszovád felé terelték, tájékoztatott a Hajdúbihar megyei rendőrfőkapitányság.